Mikás próféta könyvéből fogok felolvasni, az 5. fejezetből. Tehát Mikás könyve, 5. fejezete. A 2. verset olvasom. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda a nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig. Amen. Kérlek, foglaljunk helyet. Ismertek ezt a Mikási proféciát, ez magáról a Messiásról, Jézus Krisztusról szól, az ő eljöveteléről, az ő születéséről, tehát a Jézusi, pontosabban a Messiási proféciák közül az egyik, ugye, hogy Betlehemben kell megszületnie. És az az egy kérdés merült föl bennem, lehet, hogy ki bennetek is, de ha nem, akkor most egy picit gondolkodjunk el rajta. Miért Betlehemben? Miért Betlehembe kellett megszületnie a megváltónak? Miért nem Jeruzsálembe? Miért nem a fővárosba kellett megszületnie? Miért Mária lett kiválasztva, egy egyszerű lány? Miért nem a heródesi királyi családba született bele a királyok királya, a megváltó? Miért? Most lehet, hogy úgy vagytok vele, tudnánk már valamilyen választ adni, hogy oké, rendben, de mi köze van ennek az én életemhez? Mi köze van az én életemnek ahhoz, hogy most a megváltó Betlehembe, vagy Jeruzsálembe szület, vagy a királyi családba, vagy ide szület, oda születik? Ennek mi köze van hozzá? És tudjátok, hogy olvastam a Bibliát, észrevettem valamit, ami nagyon igaz a mi életünkre nézve is. Mégpedig az, hogy az Isten nagyon sokszor úgy cselekedik, úgy tesz dolgokat, hogy ahogy mi emberileg elképzeljük, ami emberileg realitásnak tűnik, ami a számunkra úgymond a normális lenne, az elvárható lenne, ahhoz képest az Isten valami sokkal egyszerűbb, sokkal kisebb dolgot választ ki azért, hogy megmutassa az ő nagyságát. Kiválasztotta azt az egyáltalán nem nagy várost, Betlehemet. Kiválasztotta azt az egyáltalán nem pompás palotát, azt a jászolt, hogy oda megszülessen a világ mindenségnek a megváltója. Az Istennek a nagysága, az Istennek a hatalma, az ő megmentő ereje, az nincsen lekorlátozva arra, amit mi emberileg el tudunk képzelni. Ami nekünk emberileg reális. Amit úgy elgondoltunk, hogy hát ez így jó lenne, ez egy jó út. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy te egész eddig, a mai napig azt gondoltad, hogy én egy túl kicsi ember vagyok, én egy túl gyenge ember vagyok, én olyan erőtelen vagyok, annyira egyszerűen olyan hiteltelen vagyok, olyan kevés. Az én egész életem olyan kevés. Van itt olyan, aki úgy érzi, hogy az ő élete nagyon kevés. Nem bírja igazából betölteni azt a küldetést, amire az Úr elhívta. Hogy olyan kis erőtelen, nem tud mit kezdeni az életével. Lehet, hogy van ilyen közöttünk, sőt, bevallom nektek, néha én is ezt gondolom. Néha én is azt gondolom, hogy túl kevés vagyok ahhoz, amit tennem kell. Túl gyenge vagyok hozzá emberileg. És lehet, hogy te benned is időnként megfogalmazódik ez a gondolat. Lehet, hogy megszületik benned ez, hogy az én körülményeim, az én helyzetem, ahova születtem, aki vagyok, ez túl kevés. És ez az ige hirdetés ma, és ez az isteni üzenet, meg szeretné benned ezt fordítani, hogy ne így gondolkodj, ne így lássa saját magadat. Mert rosszul látod. Az Isten meg akarta mutatni, hogy a szabadításának az emberi elképzelések, az emberi nagyság, fizikai erő, az emberi hatalom nem kapcsolódik hozzá. Nincsen ehhez kötve. Ez nem feltétele. Nem feltétele az, hogy te egy nagy, erős ember legyél, egy hatalmas lelki vezető, valami óriási csodatevő ahhoz, hogy az Isten országát építhessen. És ezért, hogy megmutassa Istennek az alapigazságot, a Biblia tele van sorra-sorra ilyen történetekkel. Százával lehetne mondani, én most nem fogok százat elmondani, mert nagyon hosszú lenne, hanem kiválasztottam egy-kettőt, erről szeretnék egy picit beszélni, de olvassátok a Bibliát és látni fogjátok ezt a sok-sok történetet. Gondolkodjuk egy picit el Dávid és Góliátnak a történetén. Megvan, ugye? Dávid és Góliát.
nagyon egyszerű gyerekkorás történet, mindenki ismeri. Dávid ugye egy fiatal ember volt. Hát szinte majdnem mondhatjuk azt, hogy még gyermek. Nem az a nagyon kicsi gyermek, de nem is egy nagy erős felnőtt katona. Egy fiatal ember. Ránézésre gyenge, kicsi, erőtelen, egy egyszerű pásztorfiú, aki meg sincsen hívva a hadseregbe, aki nem katona, nincs besorozva, nincs semmije, nincsen felszerelése, nincsen kiképzése, semmilyen nincsen. És tudjátok a történetet, tudjátok azt, hogy ő volt az, aki képes volt legyőzni Góliátot. Egyetlen katona sem. Még a király sem, ugye, pedig őről azt írják, hogy egy fejjel magasabb volt mindenkitől. Volt neki kardja, páncélja, felszerelése, egy csomó tapasztalata, és ő sem mert kiállni. Saul nem tudta elvégezni azt a feladatot. Dávid nem volt olyan kevés, mint amire ránézésre tűnt. Nem volt olyan gyenge, mint ahogy ránézésre tűnt. Mert az Isten kezében máshogyan van a mérés. Az Istennek a mérlege máshogyan mutat, mint az emberi mérleg. Vagy ott van Péter, ugye? Péter, most nagyon egyszerűen fogom nektek mondani, egy tanulatlan halászember volt. Nem volt jól képzett filozófus, nem volt olyan, aki nagyon tanulta volna a beszédtechnikát, az előadásmódot és így tovább, és az ő prédikációjára 3000 ember megtért. Nem volt egy jól szakképesített szónok, mint abban ugye az időben a görög-római időszakban ugye voltak kifejezetten erre felkészített szónokok. Ő nem volt ilyen. De nem azt nézte, hogy ő szónok-e vagy nem szónok, kiállhat-e, nem állhat-e ki, hanem amit az Istennek a szent lelke munkálta, a kilépett, elkezdett dolgozni, megnyitotta az ő ajkait, és ez eredményeket szült, ez gyümölcsöket hozott, ez megtérésekhez vezetett. Tehát akkor nagyon egyszerűen föltehetjük a kérdést, hogy akkor mégis mi a fontos az Isten előtt? Mert látszik az, hogy nem a mi emberi erőnk, nem a mi szakképesítésünk, nem a mi tapasztalataink, nem a mi nagyságunk, a mi bátorságunk, sok mindenben, tehát összességében nem ezek azok, amik az Istennek a kezében mérvadóvá tennék a mi munkánkat, a mi életünket. Akkor mi az? Mi az, ami igazából fontos? Több pontot megpróbáltam összeszedni a Biblia alapján. Biztos létezne több is, de most csak egy párat szeretném nektek említeni. Az egyik és nagyon fontos, ez egy borzasztó egyszerű dolog, amiről beszélek nektek, de ez az egésznek a kulcsa. Az a hit és a bizalom. A hit és a bizalom az Istenben. Mert hogyha csak saját magadra tekintesz, csak saját magadban hiszel, csak saját magadban bízol, hogy ameddig az én kezem képes kinyúlni és képes munkálkodni, ameddig az én lábam képes elvinni, ameddig az én tudásom elegendő, ameddig az én beszédkészségem elegendő, ameddig az én tudásom, tapasztalatom elegendő, akkor egy idő után szembe fogsz találkozni egy fallal. És nem csak te, ez ugyanígy van a gyülekezetre nézve is. A gyülekezet szembe találkozik egy fallal, hogy mi ennyire vagyunk elegendők. Mi a saját erőnkből eddig vagyunk képesek eljutni. Ezt tudjuk megcsinálni. És megérkezünk egy falhoz, ahonnan nem bírunk tovább menni. Ahonnan nem bírunk kimozdulni. Miért van az, hogy nem bírunk kimozdulni? Hát egyetlen egy dolog miatt van az. Mert a hitet és a bizodalmat nem az Istenbe helyezzük igazából, hanem sokszor saját magunkban. Azokban a dolgokban, amiket látunk, amiket el tudunk képzelni, amik úgy beleillenek a mi gondolkodásmódunkba. És az Isten azt mondja, hogy ne így legyen ez. Mert akkor soha nem fogod meglátni a csodákat. Soha nem fogod meglátni az igazi növekedést. Nem fogsz tudni átugrani a kőfalon. Mint hogy az igében van írva. Nem fogod tudni ezt megcsinálni. Mert csak addig tudsz elmenni, ameddig a saját erőd elég. De ezek a történetek, legyen az Dávid, legyen Péter, vagy még sok-sok ember a Bibliából, ezek mind pont azt akarják bebizonyítani és megmutatni, hogy az Isten többet kibír hozni belőled, mint ami benned van.
hogyha hiszel benne és bízol benne, nagyobb dolgokat véghez tudsz vinni, mint amit emberileg el tudsz képzelni, mint amit emberileg látni tudsz. Ez a gyülekezet többet tud elvégezni az ő szolgálatában, az ő küldetésében, mint amit mi emberileg látunk benne. Sokkal többet, hogyha igazából hiszünk és bízunk az Istenben. Tehát nem magunkba bízzunk, hanem ő benne. A másik nagy hiba, amit el szoktunk követni, az az, hogy jobban akarjuk tudni a dolgokat az Istennél. Hát így megpróbáltam kicsit eljátszani a gondolattal, elnézést kérek érte, de ott van Mária, megszólítja ugye az angyal, elmondja neki, hogy gyermek fog születni, mindent elmond. És mit tud csinálni Mária? Hát azt mondja, hogy igen, itt hordozom a gyermeket, itt van a világ megváltója, a királyok királya, hát akkor hova menjünk? Bekopogtat a királyi palotán, megérkeztünk, meghoztam a megváltót, engedjetek be, én hozom itt a megváltót. Hát ez nem lett volna rossz elképzelés, nem? Hát hogyha én kapom a küldetést, hogy a világ megváltóját kell a földre hoznom, hát jó, én nem hozzá ilyen küldetést nem kaptam volna, de értitek, hogyha ilyen küldetésem van, megpróbálom, ahogy én emberileg elképzelem, a lehető legtöbbet kihozni belőle. Hát pedig igen, ha a király a király, akkor menjünk oda a palotához, akkor ennek királynak kell születnie, király, király, így legyen. De az Isten nem ezt akarta. Az Isten nem egy jeruzsálemi királyi családba születő gyermeket szeretett volna, mert akkor nem is Máriát kérte volna meg rá. Hanem azt akarta, hogy egy jászolba szülessen meg, Betlehemben, egy kicsi településen. Most nem akarok hosszan a karácsonyi történetről beszélni, majd beszélünk karácsonykor. De értitek? Mi emberileg elképzelünk dolgokat. Vagy amikor ugye Saulra akarja adni a páncért Dávidra. Hát ő elképzelt, hogy ez hogyan működik. Rátesszük a páncért, szegényként meg se tudott mozdulni. De az Isten meg tudja szabadítani az ő népét. Nem kellett hozzá a páncél, nem kellett hozzá a kard, nem kellett hozzá a jeruzsálemi kastély, palota, nem kellett semmi sem ahhoz, hogy az Isten valamit tudjon csinálni. És te elképzeled magadban, meg elgondolod, hogy mi kéne ahhoz, hogy én igazából tudjak szolgálni. Majd, hogyha ennyi időm lesz, majd, hogyha elvégzem ezt a tanfolyamot, majd, ha lesz egy teológiai végzettségem, majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz, és sorba soroljuk a sok-sok mindent. És nem arról van szó, hogy ezek nem lehetnek, de nem ezen múlik az Istennek a munkája. Az Isten nem azáltal tud csodát csinálni, hogy a lehető legfelkészültebb vagy. Persze, jó az, ha felkészült vagy, és minőségileg csinálod a szolgálatot, meg a munkádat, de nem ezen múlik. Nem az emberi képességeken, adottságokon múlik, hanem valami sokkal másabb dolgon. Azt, hogy az Isten kezébe helyezed azt, aki vagy. Átadod a te életedet, hiszen nézzük meg, hogy mit tett Dávid. Dávid egy pásztorfiú volt. Ott volt mindig a nyáj mellett, meg voltak a maga kis eszközei, meg volt a parittyája, kis kövei, azokkal védte a nyájat, dicsérte az Istent a mindennapokban, és amikor megérkezik a harctérre, mit csinál? Ugye rá akarják nyomni a páncélt, rá akarnak tenni mindent, de nem ezekre van szüksége. Hát ő nem ez. Ő nem az, aki majd fölhúzza a páncélt és előveszi a kardot. Ő nem ez. Hanem ő az, aki eddig is volt. Aki megfogta a parittyáját, és az Isten dicsérve, az Isten nevét felmagasztalva elindult a harcba. Semmivel nem lett több. Abban a pillanatban, amikor elindult a harcba, semmivel nem lett több, mint ami előtte volt pásztorfiúként. És mégis csoda történt. Mégis képes volt legyőzni azt a Góliátot, akit nem lehetett legyőzni. Akitől egy egész nép rettegett. Akitől egy egész hadsereg meghátrált. Akivel nem mert senki sem szembeszállni. És ki vagy te? Lehet, hogy egy egyszerű öreg asszony. Lehet, hogy egy fiatal kisgyerek. Lehet, hogy egy beteg ember, aki alig bír fölkelni. Lehet, hogy olyan vagy, aki nagyon-nagyon szegény. Lehet, hogy olyan vagy, akit az élet innen-onnan megtépázott. Nem kell többet adnod annál, mint ami vagy. Nem kell azt mondani, hogy majd, amikor minden csodálatosan megoldódik, amikor minden rendben jön, amikor én már nagyon-nagyon hiteles leszek, akkor majd elkezdem az Urat szolgálni. Mert akkor soha nem fogod elkezdeni az Urat szolgálni. Dávid semmiben nem volt másabb. Ugyanúgy, ahogy volt, elindult. Ugyanazt tette, amit addig tett.
hogyha benned, a szívedben ott van őszintén az, hogy az Istent akarom dicsérni, hogy én az embereket akarom megmenteni, hogy ég a szívemben az Isten iránti szeretet, akkor nem kell nagyon nagy dolgokat csinálnod. Nem kell nagyon nagy dolgokat elképzelned, hogy ah, mi lesz majd, ha afrikai misszionárius leszek. Hát indulj el. Lehet, hogy ezt kell tenned. Lehet, hogy a munkahelyeden kell megszólalnod. Lehet, hogy valami dolgot el kell kezdened csinálni. Ne azt várd, hogy majd, amikor már elég profi leszek hozzá. Eljött az ideje, hogy cselekedjél. Ne kicsinyeld le azt, amit tenni tudsz. Ne gondolj arra, hogy ez nagyon kicsike, mert az Isten előtt nincsen olyan, hogy nagyon kicsike. Tehát mikor kezdjem el a küldetésemet? Lehetne ez egy jogos kérdés. Ha már elég felkészült vagyok, ha már megtanultam az egész Bibliát oda-vissza kívülről, ha már legalább 10 éve járok gyülekezetbe, milyen paramétereknek kell megfelelni ahhoz, hogy elkezdjem a küldetésemet? Egyetlen egy paraméternek kell megfelelni. Ha az Isten küld, akkor menj, és kezd el csinálni. Ha azt érzed a szívedben, hogy az Isten küld valahova, küld valakihez, valamit meg kellene tenned, és ott van a szívedben, érzed azt, hogy ez az Úr mondta, hogy ezt meg kellene csinálnom, akkor ne engedd, hogy a kételkedés, a hitetlenségnek a beszédje lebeszéljen téged róla. Ah, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég nagy, nem vagyok... Most elnézést, hogy így mondom, senki sem érdekel egyébként, hogy ki vagy. Egyetlen egy a fontos, hogy az Isten mit tud rajtad keresztül végezni. Ki tudsz te lenni az Istennek a kezében. És ez nem azon múlik, hát most nem tudtál itt eszembe a teljes neve, de ismerjétek, tudjátok a Nikket, aki a kéz és láb nélküli ember. Hát elég rosszak voltak ott a paraméterek, legyünk őszinték. Nem? Egy ember, akik nincsenek se kezei, se lábai, aki végigmegy a depresszión, aki végigmegy azon, hogy öngyilkos akar lenni, aki rengeteg bántást és nehézséget végighordoz az egész életében, akit folyamatosan megkörnyékez az, hogy te egy túl kevés ember vagy, te még az átlag emberekhez képest is túl kevés vagy. És tízezrek előtt prédikál, és tízezrek előtt tesz bizonyságot az Úr Jézusról. És mi mit teszünk? És én mit teszek? Kérdeztem meg saját magamtól. Mit teszek? Mit kellene tennem? Hova küld az Isten? És lebeszélem magamat, ami túl kevés vagyok, nem vagyok elég felkészült. Nem baj. Kezd el tenni. Menjél ki, hogyha az Isten küld valahova. De ne össze-vissza menjél, ahova az Isten küld. Ha valamit neked kell megtenned. Dávidnak kellett megtenni azt a győzelmet. És az Úr ott is volt mellette. Ha téged valahova elküld az Isten, akkor bízd az Istenben, hogy ő majd ad hozzá erőt, ő majd ad hozzá vezetést, ad majd képességeket, ad mindent, ami szükséges hozzá. Felkészít téged arra, amit el kell végezned, hogyha azt csinálod, amit ő kér tőled, vagy amit ő mond. Azt is észrevettem a Bibliában, hogy az Isten országát sokszor a legeredményesebben azok építik, akikkel nem is gondoltunk volna. Ahogy így próbáltam, most nem csak a Biblia alapján, hanem így a tapasztalataim alapján, azt veszem észre, hogy sokszor a legnagyobb misszionáriusok, a legnagyobb evangélisták, pásztorok, olyanok, akik börtönökből szabadulnak, akiket gyerekkorukban bántalmaztak, akik szegény, egyszerű emberek, sokszor a kisgyermekek, legtöbbször azok, akikre nem is gondolnánk, azok viszik véghez a legnagyobb munkát az Isten országának az építésében. Tehát amikor arra gondolunk, hogy jaj, mi milyen kis szegény gyülekezet vagyunk, milyen kevesen vagyunk, milyen kicsik vagyunk, rosszul gondolod. Rosszul gondolom, ha így gondoltam. Mert az Isten kezében semmi nem kevés. Az Isten kezében semmi sem kicsi, hogyha valamit tenni akarunk. Gedeonnál is ugye az hadsereget hazaküldte, csak az a 300 ember maradt. És azáltal is tudott győzelmet aratni az Isten. Hát mi általunk nem bírna győzelmet aratni? Dehogyis nem. Erősödnünk kell a hitben, a reménységben és a bizalomban. Ez a legfontosabb. Tehát ne engedj a hitetlenségnek a beszédének. Az ígérésnek az egyik legfontosabb üzenete és egyben az áró gondolata az, hogy legyél engedelmes az Istennek. Erről szólt ez. Erről szólt én nekem is, erről szólt neked is és az egész gyülekezetnek. Legyünk engedelmesek. Ha valahova küld, ne beszéld le magad, ne engedj ezeknek a szavaknak, hanem tedd meg. Még akkor is, hogyha nem érzed elég fölkészültnek magad, még akkor is, hogyha nem látod azt, hogy az út hova fog vezetni,
hogy hogyan fogod tudni véghez vinni, ne ezt nézzed, hanem azt, hogy belehelyezd az életedet az Istennek a kezébe. És azt mondod, hogy itt vagyok, Uram, vagyok, aki vagyok, de te is vagy, aki vagy. Te vagy az, aki által én bármit meg tudok csinálni. Te vagy az, aki által ez a gyülekezet növekedni tud. Te vagy az, aki igazából növekedést adsz, aki valójában az Isten királyságát építed. Én csak egy eszköz vagyok bennem. Szeretném hozzátenni az én részemet, szeretnék úgy eszköz lenni, hogy betöltsem a küldetésemet. Hát ebben erősítsen mindannyiunkat, ezt a tudatot erősítse bennünket az Úr, ezt kívánom, és hogy távol taszítsuk el magunktól a hitetlenségnek és a kicsinyésnek a beszédeit, hanem engedjük azt, hogy az Isten dicsősége várasson nagyjá az életünkben. Amen. Amen.